ünnepi műsor és szalagátvágás keretében adták át a Petneházi Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megújult tornatermét. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és állami forrásból a Széchenyi 2020 programban megvalósult beruházás a tornatermen túl az intézmény tanulás segítő infrastruktúrális fejlesztését is magában foglalta a Kisvárdai Tankerületi Központhoz tartozó iskolában. A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP 4.1.3.17 kódszámú pályázatra Petneházi Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítására 50 millió forint értékben visszanemtérítendő támogatást kapott. Nagyon jelentős, hiszen minden település életében az iskola legfontosabb szerepet tölti be, legfőképpen egy kis településben. Az iskolában felújításra került a tornaterem, a nyilászárók cserére kerültek, hangszigetelése megtörtént, világítás korszerűsítés, a két épületet összekötő híd felújításra került, illetve az akadálymentesítés érdekében széklift került. A Petneházi iskola a hasonló közösségi iskolákhoz képest is elmaradott infrastruktúrával rendelkezett, bár az épület oktatási célra használt helyiségeinek mérete és kapacitása a szükségleteknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelt, azonban a termek jelentős felújításra szorultak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugye elhagyatott régióban élünk, és hát mint ez előtte is látható volt, nagyon elhasználódott idézőjelben, régen volt már felújítás az intézményünkben, és hogy a 21. század elvárásainak megfeleljünk, ez elengedhetetlen volt. Ami miatt nagyon örülünk neki, a tornatermünk, hogy a hangszigetelést kapott, mi egyben művészeti iskola is vagyunk, és két drámás csoportunk működik, akik mindig nagyon színvonalas műsorokat adnak, és ahhoz, hogy ez élvezhető legyen a meghívott vendégek számára, és ugye az akusztika miatt, ez tényleg nagyon fontos. A tornaterem felújítása pedig nem csak az iskola, hanem a település életében is kiemelten fontos volt. Mindenféle rendezvények, civil szervezetek, ezt a tornatermet használjuk, az önkormányzat is, tehát nagyon nagy jelentősége van a településnek, hiszen ez az egyetlen egy lehetőség, rendezvényeket, jótékonysági bálokat itt szoktunk megrendezni, az önkormányzat itt tartja meg a közmeghallgatásokat, tehát ahol egy lakossági fórumot tartunk, nincs más lehetőségünk, ez az egy lehetőség van. Gazdag Józsefné azt is elmondta, a felújításokat itt nem szeretnék befejezni, különböző pályázatokból a szigetelést, az ablakcserét és további energiahatékonyságot növelő beruházásokat is terveznek megvalósítani.